Ezen a nehéz talajon ez a csapat ellen jó az egy pont. Nekem is van hiányérzetem, mert azért a támadásunkban benne volt az, hogy gólt rúgjunk. De azt hiszem, hogy amit én kértem, meg gyakoroltunk a csapattól, azt a fiaim maximálisan megcsinálták. Majd a támadó vonalban, amikor már idősebbek lesznek ezek a fiatal játékosaim, akkor azért az ilyen mérkőzéseket meg fogjuk nyerni. Tehát egyelőre küzdelmét hozta a mérkőzés, nagy tisztelet jár az ellenfélnek ezért, de sajnos a szurkolókat egy kicsit elmarasztalja az edzőnk, hiszen ezt a húhogást ezt nem tudja megérteni. Mi kaptunk egy 8000 eurós büntetést, amikor egy ünnepet rendeztünk a stadionba 17 ezer emberrel, az ellenfelünk a sokkal kevesebbet kapott. A játékvezető azt mondja, hogy ő érti ezt, de ezt nem tud mit csinálni, nincs ez. Köze. A futballistákat meg kell védeni, nagyszerű játékosai vannak a haladásnak, egy Radó, egy Halmosi, de mindenképp a játékvezetők dolga az, hogy megvédje a játékosokat, akár a verbális, akár a tetlegesség ellen.